másfélszer nagyobbak lesznek a szavazólapok, mint 4 évvel ezelőtt. A kinyomtatott 14 millió szavazólap 468 millió forintba kerül, ami 200 millióval több, mint 2010-ben. A szavazólapok nyomtatása várhatóan a jövő héten befejeződik. A nyomdai gépek 3 műszakban teljes kapacitással dolgoznak az állami nyomdában. A helyszínről Gárdai László tudósít. A szavazólapok hossza egymáshoz ragasztva 5500 kilométer hosszú lenne. A Nemzeti Választási Iroda elnöke elmondta, hogy az íveket a választás előtti napon szállítják ki a jegyzőkhöz, majd onnan a településekre. A leghosszabb szavazólap a Szigetvári 4-es számú választókerületben lesz, ahol 29 szervezet indul a választáson. A fülkébe 165 000 golyóstollat rendeltek, az urnazáráshoz használt nemzeti színű szalak hossza összesen 110 kilométer. A szavazólapok 8 kamionban férnének el. A határidő lejárta előtt eddig összesen 7 500 delegált jelentkezett a 10 000 szavazókörbe, amely Pálfi Ilona szerint is nagyon alacsony szám. Még 4 helyen nem zárult le a jogorvoslat, még 3 helyen már csak filztollal lehet kihúzni a visszalépő jelölteket.